köszöntelek benneteket a Fonóéva nyitó sajtótájékoztatóján. Köszönjük szépen, hogy eljöttetek, és szeretném bemutatni a résztvevőket, bár azt hiszem, hogy itt az asztalnál segítenem kell bemutatni. Mellettem Kelemen László, a Hagyományok Háza főigazgatója, Horváth László, a Fonó ügyvezető igazgatója, Kis Ferenc, a Héttorony Fesztivál művészeti vezetője, és Csík János, Kossuth Díjas művész, a Csík zenekar vezetője. Én pedig Hegedűs Anna vagyok, a Fonó sajtófőnöke. Lehet úgy is mondani, hogy ezt az évadot úgy kezdjük, hogy gyűjtjük a plecsniket. Erről Horváth László fog egy pár szót szólni, át is adom a szót. Jó napot kívánok mindenkinek! Elsősorban nem az a célunk, hogy díjakat gyűjtsünk. Ugye a Fonónak van egy küldetés, ezt a küldetését szeretné végigvinni, vagy hosszasan csinálni, és ehhez elismerések járulnak, az azt jelenti, hogy jó úton vagyunk. Úgyhogy ezt a jó úton lévést bizonyítja a Honexnek az idei ranglistája is. Ugye tavaly nagyon örültünk, hogy a kiadó bekerült a legjobb 20 világzenei kiadó közé. Idén már 12-ek vagyunk. Álmomra nem gondoltam volna, hogy ezen a listán lehet följebb lépegetni. Viszont úgy tűnik, hogy a magyar zenének, vagy a kiadványainknak az érték az a nemzetközi piacon is egyre nagyobb súllyal bír, és ezt díjazta az a 45-50 szakember a nagyvilágban, akik ezen a listán jócskán előre toltak bennünket. Most a 12-ek vagyunk, és hát furcsa mód egy olyan német kiadót, például a Jaro kiadót hagytuk magunk mögött, akikre én mindig fölnéztem, mert olyan kiadványok voltak, amikor csak álmodtam-bámodtam, és például elérhető távolságban van már az Aszfalt Tango, aki ugyanezen a piacon hasonló kultúrkörrel, főleg sok roma zenével dolgozik. Ugye ebből lehetne presztízs csatát is csinálni, hogy valóban érdemes ebben a ranglistán előre mennünk, de ezt majd az idő eldönti. Tehát a Fonova CD kiadást nem fogja abbahagyni. Tehát egyértelmű célunk, hogy minden művészt, a barátainkat, zenésztársakat, vagy akár új zenészeket is azzal támogassunk, hogy a CD-jeiket, a kiadványokat menedzseljük, mert számunkra egyértelmű, hogy a zenében csak ez az egy út van, hogy a zenekarokat, a produkcióikat segíteni kell, már pedig a kiadvány ennek a szerves gondolkodásnak a része. Ez pont olyan abszurd, mintha megkérdeznék a színházakat, hogy akkor az elmúlt évek repertoáriából melyik darabokat veszik elő. Tudjuk jól, hogy a színházak is csak az új produkcióban, új bemutatókban érdekeltek, úgyhogy ezt mindig hangsúlyozom, hogy számunkra egy új kiadvány pont annyira fontos, mint a színháznak az új bemutató. Míg a kulturális közeg ugye elfogadta, hogy a színháznak jár újdonság erejével hat, addig nagyon nehéz meggyőzni a döntéshozókat, vagy akár az NK kurátorokat, hogy írjanak ki olyan pályázatokat, amik valóban kiadványokról szólnak. Szerencsénkre az NK-ban is van befogadó készség, illetve az elindult Cseh Tamás programban is lesz erre lehetőség, mert valóban ez az egyetlen kiút, tudva azt, hogy a terjesztésnek is olyan ágazatai nyíltak meg a szakmában, amelyekre érdemes odafigyelni. Gondolok elsősorban a digitális terjesztésre, az elmúlt egy évben a Fonó teljes portfólióját sikerült digitalizálni, és az eredmények azt mutatják, hogy a nagyvilágban elérik a kiadványainkat. Tehát ahhoz képest, hogy hónapokkal ezelőtt kezdtük el ezt a munkát, mi elégedettek vagyunk. És egy tegnapi hír például, hogy a zeneipar milyen irányban fut tovább, és Csík Jánosnak mondom, utána gyártjuk a Bakelit lemezt. És sajnálatos módon alig találtunk olyan opciót, hogy ez még idén után a gyártásra kerülhessen. Európában 3-4 gyár foglalkozik bakelitet vinil gyártással, és annyira túlterheltek, hogy már csak a jövő évre lehet lekötni gyártási anyagokat. Tehát ez is azt jelzi, hogy valamilyen szinten aki érték megőrzésben vagy érték közvetítésben gondolkodik, annak akár a vinil is lehet a menekülési útvonala, tehát az európai piac egyértelműen ezt is bizonyítja. És hogy mit jelent ez a díj, azt ugye kérdezzük meg a szakembertől, hogy ne csak magunkat fényezzük. Balázs. Köszönöm nagyon röviden erről a díjról, ami szerintem óriási dolog, hogy 12. a Fonó ebben az évben ezen. Ugye azt is elmondom, hogy ez hogy áll össze ez a díj, de előtte párladik az, hogy ez miért ennyire nagy dolog. Az egyik, amit kiemelnék, hogy
Fonó előtt ezen a listán gyakorlatilag ennek az iparágnak a multiai vannak csak. Tehát csupa olyan kiadó, akik elsősorban Angliában, Amerikában működnek, és mindannyian több országból adnak ki népzenét. A Fonó az első azok között a kiadók között a listán, és hát talán az első 20-ban még egy ilyen van csak, de az már a 12-nél lejjebb, aki egy adott zenei kultúrára koncentrál, ugye leszámítva a Sutkaromadeknek a tavalyi CD-jét, a Fonó kizárólag magyar előadókkal foglalkozik. Az előtte lévő kiadók azok mind Argentinától Indiáig adnak ki lemezeket. Az első idén a Glitter Beat Records, ők egész Afrikából, mindenféle országból adnak. A másik, ami fontos, hogy nem csak hogy most, hanem korábban sem volt a régióból ezen a listán senki ilyen előkelő helyen, tehát ezt is szerintem fontos megbecsülni. Tehát egyrészt azt, hogy itt valóban egy adott zenei kultúrához köthető kiadóról van szó, másrészt pedig, hogy Közép- és Kelet-Európából senki más nem szerepel ezen a listán. Ez a lista úgy áll össze, hogy a World Music Charts Europe minden hónapban körülbelül 250-300 újonnan megjelent lemezt a világ minden tájáról rangsorol. És ez a helyezés, ez olyan módon jön létre, hogy nem csak az első 20-at, amelyet nagyjából lehet követni, hiszen ezt publikálja mindig a központ, hanem a listán szerepelt összes lemeznek a helyezését figyelembe véve húzunk évvégén egy értelt ilyenkor a 12 hónapos periódus végén egy vonalat, és akkor ezeknek a helyezéseknek az összeadásából jön ki a végső ranglista. Ez azt jelenti, hogy a Fonó ilyen sok lemezzel tudott erre a listára felkerülni. Vannak olyan lemezek, amelyekről mindenki tud, hogy jó helyezést értek el. A Félixnek az első helye volt az első nagy áttörés hosszú évek szünete után, amíg magyar lemezek nem kerültek erre a listára. De hát az elmúlt egy évben azóta szép helyezése volt a Karaván Familiának, a Romengónak, a Budafolk Bandnek, most éppen a Söndörgőnek, de fonós kiadványok közül a top 20-on kívül is azért elég sok szerepelt, és nem a 200-250-es alapistáknak az alja felé, hanem nagyon sokan voltak 20-30-30-40-edik hely között. Szerepelt ott a Révnek a lemeze, tavaly őszi megjelenéssel, a Trash Lukács Duónak a lemeze, és a Bot Miklós Falkside produkciónak szintén a tavalyi lemeze még számított ebben az összevetésben. Úgyhogy voltak olyan kiadványok, és nem csak az első 20-ra kell mindig odafigyelni, mert nagyon sokat számít az, hogy ezek a kiadványok, ezek ha már akár csak a 20 mögött is megjelenik ezen a listán, azért a szakma arról értesül ezekre, ez azt jelenti, hogy ezekre a lemezekre felfigyeltek. Tehát ez a helyezés az azt tükrözi, hogy az elmúlt egy évben a Fonónak ilyen sok olyan lemeze volt, amelyre a szakma nemzetközileg felfigyelt. Nem látom akadályát, hogy ez miért javulhatna egyébként a következő években, bár ez is figyelembe véve, hogy mondjam, ezt a verseny szférát, amennyiben ez egy verseny, és valóban nem a díjakról szó lesz feltétlenül, de egy nagyon jó fogmérője annak, hogy mennyi és milyen színvonalú kiadvány tud megjelenni. Ami még fontos, hogy a World Music Charts-on való szereplésnek feltétele, hogy az adott ország közrádiójában ezek a lemezek forogjanak. Tehát ebből a szempontból nagyon fontos, hogy a rádiónak a népzenei műsorai azok ezeket a lemezeket játsszák. És hál' Istennek szintén ez is az utóbbi éveknek a fejleménye, hogy igen, ezek a lemezek forognak a közrádióban, ezért is tudnak felkerülni a listán, hiszen ez egy előzetes feltétel. És hát a bemutatás elmaradt, mert Weyer Balást hallottátok, aki a World Music Charts Europe-nak az egyik magyarországi zsűri tagja. A másik zsűri tag Magyarországról egyébként Marton László. És aki még fontos személy ebben a történetben, az dr. Fehér Anikó, aki szintén itt van velünk, köszöntelek szeretettel a Magyar Rádió részéről.
Ugye nekik köszönhető, hogy ezeket a zenéket a Magyar Rádió játsza, és ahogy Balázs elmondta, ennek az eredménye, hogy egyáltalán ott lehetünk ezeken a nemzetközi listákon. Anikó majd a sajtótájékoztató végén be fogja mutatni röviden a rádió ide vonatkozó műsor struktúráját. Éppen most ezen a héten, Laci biztosan részben a 150-es zene van a Magyar Rádió, Kossuth Rádió hajnali szűk műsorában, úgyhogy pontosan ők muzsikálnak, amiket itt hallottunk. Hát a papíron ott van, hogy milyen műsoraik vannak, és örömmel mondhatjuk, hogy egyre több hallgatót hozzanak ezek a műsorok. És ennek az egyik fontos oka lehet azt találni, hogy a műsorkészítőink valamilyen húsvér zenészek, muzsikusok, többek között a Fórum is készít nekünk egy szombati adást, azon kívül a Hangvető, a Hagyományok Háza és két Kossuth Díjas műsorkészítőnk is van, Éli Péter, a Népzene Határok Nélkül a Kossuth Rádióban, és Sebő Ferenc minden szerdán a Bartókon 19 órakor. Én magam sem értem, hogy honnan tud minden hétre ennyi érdekességet előszedni, és Sebő Feri érdemes hallgatni a műsorát. Hát újdonság, illetve két éves dolog ez a bizonyos Dankó Rádió a Palettán. Minden este 8-tól 9-ig magyar népzene szól, illetve a hétvégeken konkrétan autentikus cigány népzene. Én nagyon örülök, hogyha ezt megírják, hogy a hallgatók is egyre többen jobban figyeljenek ezekre a műsorokra. Minden esetre azt is el kell mondani, hogy tagja vagyok az Euróradio népzenei szekciójának, és európai viszonylatban is elmondhatjuk, hogy ez azért egy elég jelentős népzenei kínálat, ami a mi palettánkon van. Új sorozatok indulnak a Fonomban. Többek között a kalotaszegi táncanyag is elkezdődik a holnapi nappal, illetve a Fonó részt vesz több fesztiválban, így az őszi fesztivál utódjában a Café Budapest fesztiválon is négy koncerttel részt veszünk. Horváth László fogja ezeket ismertetni. Igen, megszokhattuk, hogy a Fonó azért nem csak a népzenével foglalkozik, hanem nyitottak vagyunk a kortárs zenére, kultúrára. Úgyhogy az idei fél évben beépítettük a Fonó pódiumot, ami a kortárs táncnak, illetve a kortárs művészetnek a megjelenési formája. Akkor a Barnograst zenekarnak egy is klubot indítunk, ez régi adossága Fonónak a zenekar felé, mert valóban az egyik legjobb zenekarunkról van szó a portfólióban. És most bocsánatot kérek tőlük, az elmúlt években hanyagoltuk őket, de most itt az idő, valóta egy bulival kárpótolhatunk mindenkit. A Fonó szerdáknak ugye most a Ismered a járást szlogent adtuk, és a kalotaszeg lesz a témája, tehát ugye román, mint a magyar táncolók bemutatásra kerül, Fitos Dezsőjük lesznek az oktatók, ez kifut egészen karácsonyig. Akkor az őszi programunk egyik kiemelt emléknapja igazából Fodor Sándor Metire, a legendás primásra emlékezünk. Éri Marci kollégám, zenésztársunk hívta fel erre a figyelmet, hogy 10 éve halt meg a Netisanyi, akit ugye itt a büfé előtt, itt a tánctéren rengetegszer láttunk muzsikálni, tehát mindig öröm volt őt nézni. Az emlékezés kapcsán azért megkérném Kelemen Lászlót, hiszen sokkal többet, vagy sokkal jobban volt baráti kapcsolatban vele, hogy mondjon egy pár szót. Én mondhatom, hogy a pályámnak az egyik meghatározó egyénisége volt Fodor Sándor Meti. Annak idején én lakodalmakat muzsikáltam vele Kolozsváron a 80-as évek elején. Ott tanultam meg gyakorlatilag a brácsázás, a kalotaszegi brácsázásnak a titkait, hogy így mondjam. Nagyon jó viszony, emberi és baráti viszony alakult ki köztünk, a saját zenekaromban is többször meghívtam, így együtt túlnéztünk többször Észak-Amerikában, Svédországban, Hollandiában, és hát azt hiszem, hogy a zenekar is nagyon sokat tanult tőle, de Netisanyi mindenkit tanított, ezért is volt akkora hatása a mozgalomra. Ezen az emléknapon meggyőződésem, hogy nagyon sok primás, aki, hát hogy mondjam, az ő talisztájában bújt elő, meg fog jelenni, és remélem, hogy itt üdvözölhetjük az ifjabbik, hát most már az idősebbik, Fodor Sándor Netit és a fiát is, aki mindent tud, amit az öregtől el lehetett tanulni, hiszen Sanyi bácsi
6 éves kora óta, hol pálcával, hol mézes macakkal megtanította mindenre, ami egy jó primásnak a sajátja. Úgyhogy egy nagyon szép emléknap lesz, remélem hatalmas bulival. Jó lehet, furcsa egy kicsit egy emléknapról lesz mondani, de meggyőződés, hogy a Netesanyi bácsinak ez az igazi. Tehát ő is nagyon örülne, hogyha így, így emlékezünk meg róla musikával és tánccal, és egyáltalán nem a szomorúság tölt el bennünket, mikor elgondolunk. Biztos, hogy azért lesz egy-két vihasztó ének is, de főként tánc. Köszönjük. Visszatérve a produkciókra, hogy a Café Budapest, tehát az őszi fesztivál a faluban is megjelenik, úgyhogy az örömteli számunkra, hogy a fesztivál tanács elfogadta a program ajánlatainkat, úgyhogy két indiai hegedűssel találkozhatunk október 3-án Lantos Zoltánnal, aki ugye a magyar Szamszara Kvartettet vezet, illetve Joshna Srikanthal, aki Londonban élő indiai hegedűművésznő, illetve október 18-án még egy napon a kortárs kultúrát mutatjuk be, az Eastwing Betyárvilág lemezbemutatóját, Rakerő Sort, illetve Emilia Antervel, aki Svédországból érkezik hozzánk. Ez a svéd példa jó példa igazából, hogy a van egy személyen kapcsolatokra lehet szert tenni, tehát a Budapest Folk Fest kapcsán a Fonó kapcsolatban került a Stockholmi Folk Fesztivállal, és ennek a cserebenék programokat adunk, veszünk, cserélgetünk. Úgyhogy folytatni szeretnénk ezt a nyitottságot, és örülünk valóban, hogy a központilag jóvá vagyták, hogy a Fonó is részese lehet az őszi fesztiválnak, és bízunk benne, hogy a tavaszi fesztiválon is megjelenhet.